Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit. Munkatársaim ezt a filmet meglepetésként készítették, és én nem vagyok ilyen érzelgős típus, de amikor megláttam, akkor meg kell valljam, hogy eléggé meghatódtam. Úgyhogy köszönöm szépen ezúton is. A film után tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy szinte minden elhangzott, vagy mindent látható, hogy mit is tette a kormánybiztosság, de mégis szeretném egy kicsit tágabb keretbe összefoglalni, hogy mi is történt az elmúlt 5 évben a kormánybiztosság megalakulása óta, és mi is ennek az egésznek az értelme, miért is tesszük mindezt. Elég sokszor elmondtuk, hogy azt szeretnénk, hogyha Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozna 2030-ra, és az élhetőségnek sok feltétele van az oktatástól és az egészségügyön át, de mégis egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy hogyan érezzük magunkat a mindennapjainkban, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. És hát mi szeretünk így panaszkodni, és szoktuk mondani, hogy hát nehéz az élet. És valóban a Covid alatt még 1-2 kilóval nehezebb lett a szükségesnél, és az én feladatom az, hogy tegyük könnyebbé az életet, és könnyebbé az életet úgy lehet tenni, hogyha javítjuk az aktív életmód megélésének a feltételeit. Piktogrammal is ábrázoltuk, hogy mi a feladatom, tehát a kicsit teltebb, rosszkedvű, gondterhelt emberekből fittebb, jókedvű embereket kell nekünk varázsolni. És amikor a miniszterelnök úr 2016-ban felkért erre a feladatra, akkor azt mondta, hogy Máriusz, szedd össze magad, mert ezt a munkát, ha mi nem végezzük el, akkor senki nem fogja megcsinálni. És hogyha megnézzük azt, hogy mit tettünk az elmúlt időszakban, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy Európában az aktív turizmus, aktív életmód területén valószínűleg nálunk történt a legmagasabb fejlődés. Egy református teológus, erdélyi ismerősöm mondta egyszer azt, hogy pénzzel a bolond is tud építeni, pénz nélkül csak az, akinek hite van. Mert feltennétek a kérdést, hogy rám ezek szerint vajon melyik vonatkozik a két tagmondat rész közül. El kell mondjam, hogy mindenre, a kormány mindenre biztosította a szükséges forrást. Soha ennyi pénz az aktív turizmus fejlesztéséhez, az aktív életmód fejlesztéséhez Magyarországon még nem állt rendelkezésre. Igyekeztünk ezt a pénzt jól kihasználni, de az igazság, hogy nem csak pénz kellett, hanem kellett egy csapat. És nekem egy fantasztikus csapat állt össze, nem is tudom, hogyan is sikerült ezt összehozni, és itt szeretnék néhány embert külön kiemelni. Gergőnek köszönöm, hogy elindította a nyaraló hajózást és megszervezte az aktív ökoturisztikai fejlesztési központot. Mirkónak köszönöm, Petényi Mirkónak, hogy jó a sajtunk, és dolgoztatok vele együtt a térségi kiadványokban elég sokan. Hát tudjátok, hogy Mirkó egy maximalista, tényleg egy történet. Az utolsó pillanatban szóltak, hogy Celjében van egy fesztivál, ehhez képest egyetlen egy standon, magyar standon volt szlovén nyelvű kiadvány, úgyhogy köszönöm Mirkónak is. Vidonyi Dani az szintén egy ilyen unikális a magyar közigazgatásban. Az ő operatív irodáján az a mondás, vagy az a feltétel, hogy 24 órán belül minden levélre érdemi választ kell adni. És iszonyú mennyiségű levelet kapnak, és iszonyú mennyiségű levelet elválaszolnak, és az a helyzet, hogy Vidonyi Dani nagyon szigorú, és van egy ilyen szuperszónikus képessége, nevezetesen úgy tudja nem elfogadni a dolgokat, hogy meg is köszönjük neki, és hálásak vagyunk. Tehát ez egy nagy képesség, viszont nyugodtan alszunk. Tendri Kriszti szintén egy Stahanov maximalista. Volt, hogy éjszaka fél egykor küldött egy hosszanyagot, majd ugyanazon az éjszaka reggel 17:30 egy másikat. Mondtam neki, hogy éjszaka nem kellene dolgozni, de azt mondta, hogy akkor tud dolgozni, ha 2-3 éves ikerlányát lefekteti. Ti is dolgoztatok vele többen, úgyhogy tudjátok, hogy milyen. Berencsi Miki Madarász Bálint pedig a kerékpáros ügyeket intézi. Nekik is nagyon köszönöm. Hihetetlen mennyiségű igény érkezik be hozzájuk, és tényleg fantasztikus, hogy mindenre türelemmel és nagyon professzionálisan válaszolnak. Dörnyei Kristóf pedig a kormánybiztosságon az irodavezető. A Regnum irodavezetője volt 6 évig, és képes volt ezt a nagyszerű állást feladni, hogy velünk tudjon dolgozni. És az a helyzet, az egyik fiam úgy fogalmazott, a 15 éves egyébként fejlett kritikai érzékkel rendelkező Regő, hogy apa, te egy dream team-mel dolgozol együtt. És való igaz, ez így van, és nem csak a képen szereplő emberek, hanem mindenki, aki itt dolgozik, az tényleg olyan számomra megtiszteltetés velük dolgozni. De igazából ez még mindig kevés. Nagyon sok mindent tettünk az elmúlt időszakban, és ezt csak úgy tudtok megtenni, hogy nagyon sokan civil szervezetek, térségi szereplők mellénk álltak. Itt csak néhány embert ragadtunk ki, 3 vagy 4 ilyen tablót is össze tudtunk volna állítani. Én nyugodtan mondhatom, hogy mi az Aktív Magyarország Fejlesztési Központban több civil szervezettel dolgozunk együtt, több és nagyobb civil szervezettel, mint ahány állandóan kifejezi, hogy problémája van a kormánnyal.
És akkor még egy utolsó köszönetet kell mondjak. Szeretném megköszönni feleségemnek, Adélnak, hogy mindezt elviseli. Ugyanis az a helyzet, hogy hétvégenként mindenféle átadásokra járok, szinte minden hétvégén. A nyaralásunkon meg biciklizni kell neki, kenúzni, de ez csak a jobbik eset, mert most nyáron két héten keresztül gyűjtöttünk szemetet a PET kupában, ehhez még sátorban, meg tornateremben kell aludnia, de általában jól viseli, úgyhogy egy köszönöm, az azt hiszem, ki jár neki. És akkor... Ezen hosszú előkészítés után akkor térjünk rá az eredményekre. Kezdjük a kerékpározással. Az elmúlt 10 évben, tehát 2010 óta 1850 km kerékpárutat építettünk. A kormánybiztosságommal ez a folyamat felgyorsult, az idei esztendőben már 250 km-nél tartunk, és azt kell mondjam, hogy nagyon komoly hiánypótló szakaszok pótlása is megtörtént. Tiszafüred, Poroszlósz, Budapest-Szentendre, Budapest-Dunakeszi, és még lehetne sorolni. De minden mellé még 3000 km kerékpárutat, kerékpározható útvonalat gátakon, erdőkben, alacsony forgalmú utakon ki is tábláztunk. Ennek köszönhetően egyébként Magyarország kerékpárút hálózata elindult a hálózatosodás irányába. Én kormánybiztosi kinevezésem előtt azt soha nem gondoltam volna, hogy egy kerékpárút létrehozásának az a módja, hogy 3-10 évet készítjük elő, és 1 vagy 2 év alatt megépítjük. De sajnos igazából ez a helyzet, sőt a 10 évvel még alálőtte, mert 2011-ben született döntés a Dunamenti kerékpárút építéséről, és az még nem telt le, úgyhogy már az idei évben már 11. előkészítő évben tartunk. Na ez az a munka, amit egyébként Bálinték és Mikiék nagy türelemmel próbálnak végezni. Hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk, kértünk a kormánytól 4 milliárd forintot kerékpárút tervezésre. A 4 milliárd forintot iszonyú mennyiségű egyeztetéssel, a 19 megyével, ilyen 3-4 Pest megyével ezt kétszer tettük meg, időt egyeztettünk. Meghatároztuk, hogy kinek hány kilométer kerékpárút tervezésre jut pénzt, és fel is osztottuk a területet. És ezt követően kiderült, mikor közbeszereztettünk, hogy 5-6 millió forint 1 kilométer kerékpárútnak a megtervezése. Ennyi jött ki a Magyar Közútnál, ennyi jött ki a megyéknél, ennyi jött ki egyébként az AOFK-ban is. Úgyhogy most hát készítettek Miklósék egy előterjesztést, menjünk a kormányhoz, hogy amit megígértünk a megyéknek, azokat a kerékpárutakat meg kellene tervezni. Ennek az a lényege, hogy innentől kezdve, viszont ha megvannak a tervek, amikor rendelkezésre állnak az uniós pénzek, sokkal gyorsabban meg tudjuk valósítani. Nagyon sok települési kerékpárutat is terveztek, erre kevesebb rálátásunk volt. Van is ebből probléma, néha benn maradtak villanyoszlopok. Most megint láttam egy helyen, ahol 7 villanyoszlop maradt benne a kerékpáruton, úgyhogy itt egy kicsit szigorúbbnak kell lenni. Tehát nem járdákat kell felújítani kerékpárút pénzből, meg mondjuk burkolatlan utakat, hanem ebből tényleg kerékpárút kellene, hogy legyen. Itt az elkövetkező uniós ciklusban egy kicsit nagyobb figyelemmel kell kísérni ezeket a fejlesztéseket is. Az elmúlt években annyi előkészítő munkát végeztünk, hogy számos esetben a kerékpározás területén a térség élére ugrottunk, ebből szeretnék néhányat most felsorolni. 1 milliárd forintot biztosítottunk elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlására, ha munkába járásra használják ezt az emberek, és azt kell mondjam, hogy eddig 6000 kerékpár vásárlását tudtuk támogatni. Nyugat-Európában már számos ilyen, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban számos ilyen kezdeményezés volt, de a volt szocialista országokat tekintve mi vagyunk az elsők. És hogy micsoda kerékpáros forradalom zajlik Nyugat-Európában, egyetlen számot. Németországban 7 év alatt 4000-ről 2 millióra nőtt az elektromos rásegítésű kerékpárok száma, eladott száma, és új célcsoportok érhetők el. Régebb óta fiatalok, akik messzebb laknak a munkahelyükről, hegyesebb, dombosabb vidékeken élnek, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a városokban folyamatosan növekszik a kerékpárral munkába járóknak a száma. Fantasztikus eredmény, a parlament a kormány támogatásával elfogadta, hogy január 1-től a munkaadók ingyenesen biztosíthatnak kerékpárt a munkavállalóiknak. Én nagyon sokat várok ettől, nagyon jelentősen meg fogja dobni a kerékpárral munkába járóknak a száma, ez költségként egyébként elszámolható. Ez is Nyugat-Európában már számos ilyen intézkedés, meg példa van, Kelet-Európában mi vagyunk az elsők.
Elindítjuk az ITM-mel az e-kargó teherbicikli vásárlás támogatási programot. Számos esetben egyébként célszerű belvárosi, nehezen megközelíthető részeken ez az e-kargó bicikli 350 000 forintot lehet hozzá nyerni. Óriási siker egyébként, hogy elindult Magyarországon a Google útvonal tervező. A szomszédos országok közül egyedül Ausztriában van ilyen, még Szlovéniát is sikerült leelőzni, miniszterelnök úr ezt is feladatnak adta. És az a helyzet, hogy a volt szocialista országok közül egyedül Lengyelország az, ahol ez már működik, úgyhogy büszkék lehetünk arra. Még vannak gyermekbetegségei, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, és tavaszra egészen hihetetlen biztonsággal fog működni ez a rendszer, most úgy látom. Kerékpáros barát szolgáltatási rendszert is építünk. Itt az út, vagy a kép bal szélén az a két csiki mezes kerékpáros mez, az két kerékpáros barátot, Böjte Csabát és Bonaventura testvért rejti. Ők meghívtak egy barátságos kerékpártúrára Erdélybe. Erről egy néhány szót engedjétek meg, hogy mondja. Évfélkor érkeztünk, 16:30 már kimentünk megnézni a napfelkeltét Torockón. Aztán, mikor lefelé jöttünk, megkérdeztem Bonaventura testvért, és mikor fogunk indulni holnap, és azt mondta, hogy 18:00. Én azt hittem, hogy viccel. 17:30 másnap már reggeli tornáztunk, persze azután, hogy bepakoltuk 18:00 a cuccainkat az autóba, és igazából reggelit is csak 31 néhány kilométer letekerése után kaptunk a Ferences bicikli túrán. Rám mondják azt, hogy őrült kerékpártúrákat szervezek, de ez a kerékpáros barátok azért keményen kitettek magukért, úgyhogy el is nyerték azt a jogot, hogy a jövő évben először induló erdélyi kerékpáros vándortábort megszervezhessék, úgyhogy majd értékelni fogják a mi lájtos magyarországi kerékpártúráinkat a gyermekek. Na de visszatérve a kerékpáros barát szolgáltatásokra, itt az a cél, hogy legyen olyan applikáció, ahol lehet látni, hogy hol nyújtanak megfelelő színvonalú szolgáltatásokat, és ezeket meg lehessen találni. Azt szeretnénk, hogyha egy éven belül olyan 3000 szállásadó attrakció, étterem rajta lenne ezen a rendszeren. Viszont ki szeretném emelni, hogy elképesztő változás történt a MÁV-nál és a Volánnál. Hihetetlen mennyiségű kerékpárszállító autó vagy kocsi állt forgalomban a MÁV-nál, és kérésünkre a Volánnál is több járaton, turisztikai frekventált járaton biztosítják a kerékpárszállításokat. Nagyon fontos célkitűzésünk, hogy valamit tegyünk a baleset megelőzése területén. A Közlekedés Tudományi Egyesülettel együtt működve Mentsünk meg 600 életet kampányt indítottunk. Ugye 600 ember halt meg évente 600-650 között közlekedési balesetben az utakon. És ugye vannak olyan városok, amelyek már az Zero Visionhez nagyon közel járnak. Ugye Oszlóban 2019-ben egy halott volt közlekedési balesetben, Helsinkiben 3, Budapesten 51. Érdemes ezen a területen lépni előre. A kampány az jó sikerül, de messze vagyunk még az eredménytől. És hogy biztonságosabban közlekedjenek a gyerekek, ezért civil szervezetekkel elkészítettük a közlekedési kisokost. Ezt 450 000 gyerekhez eljuttattuk, és a tavalyi évben, a kerékpározás évében 97 000 gyerek vizsgát is tett. Azért nagyon fontos ez, mert egy 12 éves gyerek kimehet a főútra biciklivel. Én egyetlen fiamnál sem hallottam azt, hogy iskolában foglalkoztak volna egyébként a közlekedési szabályok ismertetésével, úgyhogy most fognak. Igazából itt az a célkitűzésünk hosszabb távon, hogy ezt a kérdést rendezzük, és minden gyereknek ezt a közlekedési vizsgát általánosan Ausztriához, Csehországhoz, Szlovéniához, Németországhoz hasonlóan le kelljen tenni. Elkészítettük szintén a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében egy nagyon komoly KRESZ módosító csomagot, és hát hihetetlen sok, azt hiszem 32 ilyen 3-4 órás egyeztetésen gyúrtuk az anyagot, és Mission Impossible sikerült elérni, hogy gyakorlatilag mindenkinek, az autóklubnak, kerékpáros klubnak, mindenkinek elfogadható. Egy kis sztorit hadd osszak meg. Maradt 7 vitás kérdés. Nagyon sokat készültünk Kunhalmi Zoli, miskolci fiatalember, aki mindent tud az összes európai kresszről, összeállított egy anyagot, és készültünk, hogy mivel fogunk érvelni, és az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal tárgyaltunk, és akkor megjelent Halmosi Zsolt tábornok úr, és azt mondta, hogy az anyagunk nagyon meggyőző volt, mindent elfogadnak, és állást ajánlott Kunhalmi Zoltán munkatársunknak. Úgyhogy van egy KRESZ módosító csomagunk, úgyhogy reméljük, hogy ezt előbb-utóbb ezt majd sikerül elfogadtatni, és ezzel hozzájárulunk, hogy kevesebb baleset történjen Magyarországon. Szeretnénk a szemléletet is változtatni,
és ezért szemléletformáló kiadványokat fordítottunk le. Az amerikai sztárépítésszel Jeff Speck 101 szabály az élhető városért, ugye mi élhető országot, élhető városokat szeretnénk, úgyhogy természetes volt, hogy ezt a kiadványt lefordítottuk, és lefordítottuk az angol konzervatív kormány kerékpáros stratégiáját is. Hihetetlen dolgok vannak benne, olyanok, amiket még a legvadabb kerékpáros szervezetek sem mernek mondani. Például, hogy akadályozzuk meg azt, hogy a gyerekeket autóval vigyék iskolába. Ez Boris Johnsonnak hivatalos programja. Annak érdekében egyébként, hogy a szemléletváltás az még érzékelhetőbb legyen, magyarországi megyei jogú városok vezetőinek szerveztünk egy tanulmányutat Hollandiába. Hát nyugodtan mondhatom, hogy elkerekedett szemmel nézték egyébként, hogy hogyan gondolkoznak Amsterdamban, Utrechtben a városi közlekedésről, és az a tapasztalat is nagyon érdekes volt, hogy a kerékpáros fejlesztések azok nem járnak együtt azzal, hogy hatalmas közlekedési dugók legyenek az országban, illetve a városban. És ez a kerékpárút, ez egyetlen problémája volt a résztvevőknek. Ez a probléma pedig az volt, hogy túl sok volt a program és kevés volt a szabadidő, de hát maximalista munkatársaim szervezték egyébként a programot. Szeretnénk még 10 különböző tematikájú ilyen programot szervezni, tanulmányutat majd különböző országokba, úgyhogy reméljük, hogy hozzá fogunk járulni azzal, hogy ki tudjuk tűzni jól a célt, hogy milyen városokban szeretnénk élni. Nagyon nagy lépést tettünk a Tour de Hongrie területén is, amikor 2015-ben elindultunk ezzel, nem gondoltuk volna, hogy ide jutunk, hogy World Tour csapatok fognak Magyarországon versenyezni. És a Tour de Hongrie az olyan gyorsan fejlődött, hogy ma Magyarországon nincs olyan csapat, aki elindulhatna a Tour de Hongrie. Nincs olyan kategóriái magyar csapat. Ez a következő időszaknak a nagy feladata, hogy ezt meg tudjuk ugrani. És ugye az is probléma, hogy meghívnának a magyar csapatot azok a csapatok az ő versenyükre, akik meg voltak hívva a Tour de Hongrie, de nincs kit meghívni. Úgyhogy ebből is lehet látni, meg az olimpiai kvalifikáción is csak azok a fiatalok tudnak pontokat gyűjteni, akik külföldön vannak, tehát egy magyar csapat kell itt, és csak annyit tudunk mondani, hogy Minarike, de kell egy csapat. És hát nagyon nagy eredmény, hogy 2 évente elnyerjük a Giro-nak a megrendezésének a jogát, a nagy rajt megrendezésének a jogát. Igazából nincs még egy ország a világon, ami ezt 2 évente el tudja nyerni, és abból látszik, hogy ez mekkora fantasztikus eredmény, hogy már a bemutató sajtótájékoztatón ilyen világsztárok voltak itt, mint Iván Basso, vagy itt volt még Stefan Roos is, aki gyert Giro-t is, meg Tour de France-ot. Hát ennyit a biciklizésről, és a következő terület az a Térjödön turistaház fejlesztési program. Mindenki kapott egy kiadványt, vagy elkészült egy kiadvány a mai napról erről. 100 turistaházat újítottunk meg, és csak annyit hadd mondjak, hogy nagyon szigorúak voltak itt is a munkatársaim. Minden turistaház felújítása előtt elmentek a helyszínre, megnézték a jelentkezőket, átvizsgálták a terveket, és ahol szükségesnek látták, át is terveztették. Nagyon büszkék vagyunk erre a programra, a kis füzetbe részleteket lehet látni erről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ifjúsági táborok felújításával kezdjünk valamit. Tele van az ország lepukkant ifjúsági táborral. Mi szeretnénk azt, hogyha a gyerekek többet tanulnának iskolán kívül, de ahhoz ezeket a táborokat rendbe kell hozni. Novák Katalin miniszter asszonnyal már beszéltem erről, úgyhogy reméljük, hogy ezt a programot is hamarosan el fogjuk tudni majd indítani. A Magyar Kajakkenu Szövetséggel együtt dolgozva 150 vízitúra megálló helyet sikerült megújítani, felújítani az elmúlt időszakban, és azt kell mondjam, hogy levontuk ennek a tapasztalatait, és az elkövetkező időszakban nem megállóhely fejlesztést szeretnénk tenni, hanem útvonalfejlesztést, tehát útvonalban kell gondolkozni, és az előttünk álló akadályokat, azokat kell felszámolni. Hogyha ez valami keresztgát, akkor azon kell tudni keresztül jutni, ha nincs szálláshely, azt kell megoldani, de a következő időszakban vízitúra megállóhely fejlesztés lehet számítani, és neki kezdtünk most egy kis deregulációnak. Tehát a vízitúrázásnak az egyik halála a túlszabályozottság. Tehát aki látott már 15 éves gyereket, az tudja, hogy ő biztos nem fog 2 héten keresztül mentő mellénybe nevezni a 35 fokban, mert az gyakorlatilag kibírhatatlan, és még sok más szabály megváltoztatásán dolgozunk. A parlament elfogadott egy nagyon-nagyon fontos szabályt, ez pedig az, hogy tehát a következő évtől, 2022. január 1-től, A
vízügynek a feladata az aktív turizmus feltételeinek a biztosítása. Többször belefutottunk abba, hogy nem tudtunk pénzt adni a vízügynek, hogy csinálja meg a kerékpározható útvonalat, mert igazából ez nem szerepelt a vízügy dedikált feladatai között, és akkor még a vízi kikötőhelyeket, megállóhelyeket, azokat még nem is említettük, ezzel megváltozik. 2025-re fel fogjuk újítani az összes kisvasutat Magyarországon. Itt egy nagyon komoly programot indítottunk el, a pénzt a kormány biztosította. Az elmúlt időszakban azért nagyon durván emelkedtek a kisvasút felújítási árak, úgyhogy lehet, hogy majd itt is idővel plusz forrásokért menni kell, mert gyakorlatilag kétszer annyi egy kilométer kisvasút felújítása, mint volt 2-3 évvel ezelőtt. Nagyon komoly esemény a nyaralóhajózási programnak az elindítása. Ez 2020-ban, május elején indult volna el, a Covid-járvány kellős közepén. Ez gyakorlatilag megnehezítette az indulást, külföldiek nagyon-nagyon alacsony számban voltak Magyarországon nyaralóhajózni. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez a nyaralóhajózás ennek a térségnek, tehát a Felső-Tiszavidéknek, Bodrognak, Szemplénnek, Bodrogzugnak egy hihetetlen kitörési pont lehet, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez is egy sikeres programunk lesz. Elindult az összes magyarországi sípályán, kisebb, összes nagyobb sípályán kisebb-nagyobb fejlesztéseket létrehoztunk. Ülőszékes felvonók épültek, amelyek 4 évszakossá tették a pályákat, és hát én nagyon reménykedem abban, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk, akkor ki tudunk alakítani 4-5 olyan síttelepet Magyarországon, ahol normális módon hóágyúval lehet síelni 80-100 napig. A magyar síszezon ebben az évben azt hiszem 110 napot is meghaladta. Ez jóval hosszabb volt, mint a balatoni üdülőszezon. És azt kell mondjam, hogy mindenképpen jó az, hogyha a pénznek, a síelésre szánt pénznek egy jelentős részét, vagy egy kisebb részét Magyarországon költik el, és nem Szlovákiában, vagy pedig Ausztriában a síelni szeretők. Elindítottuk a Via Ferrata programot, 8 helyszínen épültek Via Ferraták, 31 sziklamászó útvonalat újítottunk fel. Itt is egy kis sztorit engedjetek meg, hogy amikor Kandrács Ildikóval, a Hegymászó Szövetség elnökasszonyával bejelentettük, hogy lesz pénz a hegymászó útvonalak felújítására, akkor elkönnyezte magát, és azt mondta, hogy Magyarországon még soha nem volt példa arra, hogy a kormányzat segítette volna a hegymászó útvonalak rendbehozatalát. Na most mindez megtörtént. A Lovas Turisztikai Szövetséggel együttműködve lovas turisztikai útvonalat alakítottunk ki, most adtunk át 31 észak-magyarországi útvonalat, 31 pontot észak-magyarországi útvonalon, és az észak-alföldi útvonalon is átadtuk a szükséges 12 állomást, úgyhogy a magyar lovas turizmusban is jelentős potenciál lesz az elkövetkező időszakban. És most szeretnék szólni néhány olyan beruházásról, ami egyébként a kormánybiztosság nélkül biztos, hogy nem valósult meg. Az egyik egyből ilyen az év kilátója, a Bölömbika kilátó. Bejött hozzám egy fiatal ember, és azt mondta, hogy kilátót szeretne építeni a Tiszatavon. Munkatársam később mondták, hogy nem biztos, hogy más biztosított volna forrást ennek a civil szervezetnek, de én láttam a fiatal emberek szemén, hogy ezt bizony meg fogják csinálni. Meg is csinálták, gyönyörület, 17 millió forintból fantasztikus kilátó épült, úgyhogy nagyon köszönjük nekik. Van olyan nyári fénykép, hogy 40 kenu van a kilátó mellett, és egyszerűen nem lehetett odaférni. A Tiszatónak egyik legnagyobb turisztikai attrakciója lett. Elkészült a Büki csillagda, utolsó simítások vannak rajta, itt a képen még nincsen fenn a kupola. Szeretnénk miniszterelnök urat meghívni az átadására, mert ez egy fantasztikus létesítmény lesz. Márciusra el fog készülni a velodrom, a sátras velodrom Kőbányán, és elkészülnek a tervei egyébként a debreceni velodromnak is. Nagyon reméljük, hogy az is, hogyha folytathatjuk a munkát, akkor el fog készülni. Van egy világhírű természetfotósunk, Máté Bence, ő a világ legtöbbet díjazott természetfotósa, és az ő instrukciói alapján a Hortobágyi Madár Színház tervei már elkészültek, közbeszerzési szakaszban van. Itt a képen látható, hogy fog kinézni kívülről, és az is látható, hogy milyen lesz a látvány belülről, amikor másfél-két méter távolságra a kócsagok és más vízi madarak között ott fogunk gyakorlatilag élni.
És a Mesebei Csajtavon egy hajtánypálya tervei készülnek, itt az engedélyezésre várunk már hosszabb ideje, 13 kilométerbe fog 8-as alakban kanyarogni. Mi kipróbáltuk a Burgenlandit is, azt kell mondjam, hogy ha Magyarország elkészül, akkor sokkal-sokkal jobb lesz, szebb helyen lesz, és sokkal látványosabb lesz, mint a burgenlandi hajtánypálya. A Magyar Kajakkenu Szövetséggel együtt elkészítettük a terveit az alföldi rafting pályának. Először mindenki hülyének nézett, mikor a gazdasági kabineten ezt felvetettem, de aztán elmagyaráztam, hogy Kiskörénél pont ugyanakkor a vízszint különbség, mint amennyi egyébként a londoni olimpiai pályán volt, úgyhogy pont ugyanolyan pályát lehet létrehozni. A pályának két ága lesz, egyik az a lájtosabb a turistáknak, a másik pedig a versenyzőknek, úgyhogy a tervek elkészülte után reméljük, hogy a következő évben erre is ki tudjuk írni a közbeszerzést. Elindítottuk az aktív települések programot. Itt pályázatot írtunk ki. Banai államtitkár úr megdicsért ezért, mert megkétszereztük a rendelkezésre álló pénzt. Azt mondtuk, hogy az 50%-át álljuk mi, a másik 50%-át állják a települések. Nem csak a pénzt kétszereztük meg, hanem ennek köszönhetően a települések sokkal inkább magukénak érzik ezeket a létesítményeket. Eddig támogattunk 20 futókört, 9 görparkot és 56 bringaparkot, és hogy a következő évben az építkezés felgyorsuljon, már kiírtuk a pályázatokat, december 17-ig lehet jelentkezni, és a következő évi forrásokat januárban már meg fogják kapni a résztvevők, úgyhogy kezdődhet a munka már kora tavasszal. Aktív települések program keretében még sípályákat, műjégpályákat szeretnénk építeni, és mászó termeket. Itt az a célunk, hogy 30 kilométeres körzetben minden gyermek el tudjon jutni ilyenbe, és most igyekszünk azt elérni, hogy egyébként az közösségi élet újraindítása program keretében ezekre a helyekre el is jussanak majd a gyermekek. A közösségi élet újraindításánál a gyermekek egy nagyon fontos célcsoportot jelentenek, őket is eléggé megviselte a Covid-járvány. Ezúton is szeretnénk Novák Katalin miniszterasszonynak megköszönni a támogatást, amit ezen a területen kaptunk, és erről a programról egy kicsit részletesebben ő fog beszélni. Szeneka egy bölcsember volt, ő mondta azt, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Nekünk is most úgy éreztük, hogy itt van az ideje, hogy végig gondoljuk hosszabb távra. 5-10 éves távlatban, az uniós ciklus esetében pedig különösen, hogy milyen irányba is szeretnénk menni. És készítettünk különböző ágazati stratégiákat és térségi stratégiákat. Mindegyikkel már állunk valahogy, azt remélem, hogy minden ágazati stratégia a következő év elején egyébként elfogadható lesz. A térségi stratégiáknál, kettőnél, a Mátrán és a Börzsönynél már lezárult, az árukonferenciát megtartottuk, és hogy mennyi emberrel dolgoztunk együtt, csak azokat hívtuk meg, akiket a stratégia kialakításánál dolgoztak, mind Börzsönyben, mind a Mátrában 100 ember volt a árukonferencián. Ezek mind belerakták a tudásukat, hogy mit is kellene csinálni az adott térségben. Mi az aktív ökoturisztikai fejlesztési központban és a kormánybiztosságban nagyon jól felkészült csapat vagyunk, egy Dream Team-mel dolgozunk együtt, de azt gondoljuk, hogy nem tudjuk a helyiek nélkül megmondani, hogy mire van szükség, úgyhogy mindent a helyi erőket nagy lelkesedéssel vonjuk be a közös munkába. A legnagyobb büszkeségem a vándortábor programunk, ez már szemléletformáláshoz tartozik. 5 év alatt 41 ezer gyereket vittünk el vándortáborozni. Gyalogos, kerékpáros, vízi és zarándok vándortábor volt az idei esztendőig. Az idei évben meghirdettük a vándortáborozók országos versenyét, amiről a TV2 egy 8 részes sorozatban számolt be. Itt igazából az a célunk, de ezt csak halkan merem mondani, az exatlon nézettségét azt idővel lenyomjuk. Nagyszerű versenyt szerveztek a munkatársaim. Itt láthatók az adatok, jövőre szeretnénk elérni, hogy 20 ezer, én titkon remélem a 25 ezer gyermek eljusson vándortáborozni. Egyetlen képet még hadd emeljek ki, a vándorviadalon, a vándortáborozók országos viadalán, ugye feladat volt, hogy petkupához hasonlóan a gyerekek szemetet gyűjtsenek az ártérben. Hát eléggé lehetett látni, hogy oda tették magukat a gyerekek, 350 zsák szemetet gyűjtöttek 3 óra alatt. És 5 próbamozgalmat is újraindítottuk, 25 ezer ember 5 próbázott az elmúlt időszakban, nagyon-nagyon megnehezítette a versenyszervezők dolgát a Covid.
viszont nagyon reménykedünk abban, hogy a következő időszak 2022-től ez már sikeresen és jól fog menni. Ez az öt próba mozgalom, ez Magyarország legnagyobb szabadidős sportesemény rendezvény sorozatává nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Szeretnénk, hogyha a következő években még növekedne az öt próbázók száma. Hát szegény feleségemnek a petkupára el kellett jönni, de mi voltunk a tiszai petkupán, meg a bodrogi, meg a tiszatavin is, tehát eléggé keményen vittük ezt a dolgot. Nagyon-nagyon lelkesen támogatjuk, mert a környezetvédelem az ott kezdődik, hogy aktívan próbálunk is tenni valamit. 8,5 tonna szemetet sikerült összegyűjteni a bodrogi petkupán, és ebbe az aktív Magyarország kormánybiztosság csapata elindult. Mondtam, hogy sok maximalista ember voltunk, úgy volt, van, itt dolgozik nálam, úgyhogy elsők akartunk lenni, sajnos csak másodikok lettünk, tehát a 1,5 tonna az igazából erre volt elég. A petkupa az azért is érdekes, mert miután az első ilyenről hazajöttünk, akkor a gyerekeim unszolására nekünk szódagépet kellett venni, és a pillepalack fogyasztásunkat azt szerintem a tizede alá csökkentettük. Együtt dolgozunk nagyon sok mindenben a petkupásokkal, itt is lesznek, előadást fognak tartani, érdemes meghallgatni őket. Hiánypótló kiadványok is készültek, aktív kiadványok, szálláshely kiadványok, minden Turinform irodában és a Decathlonban ott találhatók, mert a kiadványoknak ugye az az egyik kérdéses rész, hogy hogy jutnak el az emberekhez. Minden Decathlon turisztikai osztályán megtalálhatók, viszik, mint a cukrot, nem győzzük újra nyomni őket. Ilyen kiadványok nem voltak Magyarországon ez előtt. És az az igazság, hogy készítettünk komoly könyveket, meg akartuk teremteni a kulturális hátterét is annak, hogy miért jó természetet járni, miért jó kirándulni, túrázni, sportolni. Magyar költőket felkértünk Laszkvi János vezetésével, hogy írjanak gyermekverseket erről. Igazán azt szeretnénk, az iskolai versmondó versenyen a természetjárás szépségeiről mondanák kortárs költők verseit a gyermekek. A természetvédelem az mindig ilyen negatív összefüggésben kerül elő, mindig odaláncolják, magukat tiltakoznak, miközben van egy csomó olyan történet, amire büszkék lehetünk. Itt vannak a farkasok, hódok, aranysakál, kócsag, tehát van rengeteg pozitív sztori, amire büszkék lehetünk, és készítettünk egy olyan könyvet, ami összefoglalja, hogy magyar természetvédelem az milyen eredményeket ért el. Természetesen néhány kétséget, meg néhány problémát is jelöltünk a könyvben. És kiírtunk egy ifjúsági regényíró pályázatot Regényes természet címen, a Magyar Írószövetséggel közösen. 239 pályamű érkezett, és azt hiszem, hogy 8 írásművet díjaztunk, és ezt a Móra könyvkiadó és a Könyvmoly kiadó fogja kiadni, úgyhogy reménykedünk, hogy a természetjárás, természetvédelem szépségeiről nagyszerű kiadványokat, vagy nagyszerű könyveket fognak olvasni majd a gyermekeink. És hát látszott, hogy nagyon sok mindent tettünk az elmúlt időszakban, és azt a kérdést azért érdemes feltenni, hogy miért éri meg a kormánynak erre a területre ekkora összeget fordítani. Ekkorát, amekkorát a kormány még Magyarországon soha nem fordított. És találtam egy érdekes statisztikát. Ha valaki 2,5 órát mozog egy héten, annak az egészségben eltöltött várható élettartama az 4,2 évvel növekszik. Most a 100 000 embert itt az Aktív Magyarország program keretében rá tudnánk venni arra, hogy mozogjon 2,5 órát, akkor már is 420 000 évet adtunk plusz egészségben eltöltött életévet Magyarországnak. Ha netán 1 millió embert sikerülne rávenni a heti 2,5 óra mozgásra, akkor 4 200 000 évet. Szerintem nagyszerű dolog kormánybiztosként ilyen perspektívában dolgozni. De igazából nem csak azoknak éri meg ezeknek a területeknek a támogatása, akik mozognak rendszeresen. Mert az aktív turizmus támogatásánál mindenki győztes. Mindenki győztes, győztes a gazdaság, hiszen itthon nyaralunk, és ha itthon nyaralunk, akkor itthon költünk, itthon van áfa bevétel, itthon van minden egyéb bevétel. Győztesek azok a szolgáltatók, akik az adott régióban vannak, és ne felejtsük el, az aktív turizmus az nagyon sok olyan területen kitörési pont, ahol egyébként a térség az meglehetősen nehéz és problémás helyzetű. És ezeken a területeken egyébként, hogyha sok turista oda megy, akkor a lakosság megtartó képesség is növekszik. És van még egy nagyon fontos kérdés, ez identitásunk szempontjából. Tehát, hogyha Olaszliszkán azt látják az emberek, hogy ide jönnek nyaralóhajozni Franciaországból, Japánból, Kanadából, mindenhonnan a világról,
akkor azt hiszem, ők saját szülőföldjükre más szemmel fognak nézni ezután. De mi is, hogyha mások észreveszik, hogy milyen nagyszerű és gyönyörű országban élünk, akkor talán mi is képesek leszünk észrevenni, hogy tényleg milyen fantasztikus az az ország, ahol élünk, és szerintem itt a Covid-járvány ebben a területen jót tett, nagyon sokan nem mentek külföldre, és nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, akkor elmondták az emberek, hogy ők nem is tudták, hogy ez ilyen nagyszerű. Gimnazista korukban jártak itt, most elmentek el még egyszer, és látták azt a fantasztikus változást, ami történt. És azt kell mondjam, itt nagyon sokan, majdnem mindenki, aki itt ül, azzal dolgoztunk együtt, és azt kell mondjam, hogy elmondhatjuk, hogy Magyarország közös munkánknak köszönhetően egy jobb és élhetőbb országgá vált. Ezen az úton szeretnénk tovább menni a következő 7 évben, szeretnénk, hogyha Magyarország az még aktívabb lenne, nagy terveink vannak, és hogyha veletek együtt tudunk dolgozni a jövőben, akkor ezeket a terveket szerintem meg is fogjuk tudni valósítani. Magyarország csak aktívan előre, köszönöm az eddigi munkát, és remélem, hogy jövőben is együtt dolgozhatunk.